Húsvétig heti két napon, csütörtökön délután és szombaton délelőtt várja a vásárlókat a hévízi termelői piac. A választék ilyenkor is a megszokott, természetesen a primőr áruk kivételével és a régiséget kínálók is itt vannak. Azok a primőr áruk, amik termőidőben meglelhetők a piacon, azok a friss gyümölcsök ilyenkor nyilván nincsenek, de azok a gyümölcsök, amik, tehát az alma például, vagy a lekvárok, vagy a méz, vagy a füstöltáró, amik meglelhetők egész évben, azokat az árukat is most is be lehet szerezni a piacon jó minőségbe. Ott Zoltánék a piac törzsárusai közé tartoznak, kínálatokban pedig például a tökmagolaj, a lekvár és a méz is megtalálható. December az mindig erősebb az ünnepekre való bevásárlással, de attól függetlenül januárban is lehet értékesíteni. Mi évek óta csak itt értékesítünk, megvannak a törzsvásárlóink, akik a termékekért visszajárnak évek óta, és meg vagyunk elégedve. Ha kevesebb, akkor kevesebbel is. A húsféleséget kínáló Semec Farm egyik tulajdonosa is elégedett volt a decemberi forgalommal, és azt mondja, a januári keresletre sem lehet panaszuk. Most a sertéshús árkorlátozása kapcsán úgy fogalmazott, elfogadják a kormányzati döntést. Aki sertéstartással foglalkozik, ugye idáig be volt határolva ugye a gyenge ár miatt, ugye nem tudta nyereséggel értékesíteni a sertését, ugye most megint egy behatárolásról beszélünk, ugye ez megint korlátozni fogja a kereskedőket, az állattartókat, ugye az áraknak a mozgásába, de hát ez egy olyan dolog, amit el kell fogadnunk, be kell tartanunk, és be is fogunk tartani. A januári hévízi piacnapokon kézművesek is kínálják portékáikat, így a látogatók ajándék és dísztárgyakat is vásárolhatnak.